Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Ritter János életmű kiállítást nyílt meg Pakson. Újra fújja az ifjúsági fúvós zenekar. A megye értékeit sórakoztatták fel. Az LGT legendás számait húzta a Csík zenekar. A Paksi Képtárban hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg az Ég, Föld, Tűz, Víz című kiállítás, amely a 3 éve 56 évesen elhunyt paksi képzőművész Ritter János életművét mutatja be. A rendezvényen Ritter János teljes életművét feldolgozó albumba is betekintettek az érdeklődők. A tárlat április végéig látogatható. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk ebben a képtárban, azért nem mindig szokott ilyen népes közönség összegyűlni, és ebből látszik azt, hogy hozzánk kötődő alkotó kiállítását tekinthetjük meg. Ritter János a 3 éve elhunyt paksi alkotó életmű kiállítását a Paksi Képtárban eddig soha nem látott érdeklődés közepette nyitották meg. Paks művészeti életének meghatározó, emblematikus alakja volt Ritter János, aki 1980-tól töretlenül munkálkodott a kortárs képzőművészet elfogadtatásáért a városban. A képzőművész egy életen át kötődött a Paksi Képtárhoz és a Paksi Fiatal Alkotók köréhez, melynek alapító tagja is volt. A Paksi Vizuális Kísérleti Alkotóterep munkájában is részt vett a kezdetektől. Az idén 29 éves Paksi Képzőművészeti Iskolát együttműködtették feleségével, Takács Évával, aki évek óta készül erre a kiállításra, és most egy katalógus is megjelent a keze nyomán. Ez egy 3 éves történet, én úgy gondoltam, hogy Ritter János életművét be kell mutatni, és össze kell szedni a nagy közönség számára is, hogy ez megmaradjon így egységében, és úgy döntöttem, hogy az összes képét összeszedem, és itt a képtárban egy kiállítást szervezek neki, és miközben ez a gondolat volt az első gondolat, úgy döntöttem, hogy egy katalógus is jó lenne, hogyha készítenénk hozzá. Nagyon sok barátnak a munkája van ebben a két dologban, a kiállításban és a katalógusban, hiszen a fotóstól kezdve, aki a festményeket befotózta a katalógus számára, vagy aki a grafikai munkát készítette el, vagy aki a fordítást, vagy a szövegek korrektúráját, mind-mind barátok, akik szerették Jánost, és úgy gondolják ők is, hogy szívesen részt vettek egy olyan munkában, ami az ő életművét feldolgozza. Tehát így jött létre ez a kiállítás, és van hozzá egy csodálatosan szép katalógus is. Ő a képzőművészettel 18 éves kora óta foglalkozott, és mindig visszatért az életébe az alkotás, hogyha nem képeket, szobrokat vagy fotókat készített, akkor pedig kreatív alkotó munkát végzett a hétköznapokban. Tehát minden egyes feladathoz ő alkotó módon állt hozzá, és volt olyan, amikor a képzőművészet volt a hangsúlyosabb, volt, mikor a dizájneri munka, amikor tárgyakat tervezett, vagy reklámgrafikákat készített, logókat, ezeket színesítette a várost, vagy éppen pedagógusként dolgozott, és sok-sok fiatal nőtt fel a keze alatt a rajzok körökben. A kiállítást Aknai Katalin művészettörténész nyitotta meg, aki Ritter Jánost régóta ismeri, de mint mondja, nem olyan régóta, mint a kiállítás megnyitón megjelentek. Az 1990-es évek óta követte az 56 évesen elhunyt alkotó munkásságát. Az 1990-es évek elején itt működött ugye a Paksi Vizuális Alkotótelep, amelynek Hopp Halász Károly volt a vezetője. Ez egy olyan magnetikus erőtér volt, ami nagyon sok embert felszívott, hogy úgy mondjam, Paks intellektuális közegét, de másokat is, mert az oktatóprogramban, a gyerekekkel való foglalkozásban ennél egy sokkal nagyobb kör, mondhatni az egész város, mondjuk így, most egy kicsit nagyzolva, érintve volt. Károly ahhoz is értett, hogy hogyan lehet bizonyos embereket itt megkötni, például a művészettörténész hallgatókat. És miután a Hopp Halász Károlyt meg még régebbről ismertem, így aztán egy különös társaság találkozott itt össze ezekben a mondhatom paradicsomi években, amikor működött a képtár, még az Erzsébet szállóhelyén, és erre biztos sokan emlékeznek. Működött az alkotótelep, katalógusokat adtunk ki, beszélgetéseket folytattunk, vendégeket hívtunk, egészen egyszerűen úgy is mondhatnám, hogy boldogok voltunk.
sokféle kanyart vett ez a képtár élete is, és az alkotótelep élete is. Egy biztos, hogy Ritter János végig ott volt, hol a felszínen, hol csak azzal a masszív energiával, amire csak később jöttem rá, ami őt működtette, segített a képtárnak bizonyos nehéz időszakokban túlélni. Ritter János alkotásaiból, akinek egyik kedvenc helye az Űrgemező volt és a Duna, eképpen beszélt a művészettörténész. És az összecsúsztatott önarcképeken, az önvizsgálat bizonyos stációin, ahol az arc egyszer csak megszűnik arc lenni, és mindenféle szemek, szájak, homlokok interferenciájában feltáruló táj lesz, belső táj lesz. Olyan, mint ahogy itt a végén, vagy ahogy itt visszakanyarodik a fekete képeknél, csak éppen más médiumú, de ugyanaz a figyelem, ugyanaz az akkurácia jellemzi az önarcképeket is, mint ezeket a belső tájakat. János érdeklődése azt hiszem nagyon szerteágazó volt. És hát nem beszéltem még a Dunáról, ami folyton itt van, ami történetek, családi történetek, barátságok, helyszíne, katalizátora, és ami olyan mélyenben van ezekben a képekben is. Ha a tájképeket nézzük, amelynek sok tájkép ihletés van, azt is látjuk, hogy ugyanaz az önvizsgálat, ami az önarcképeknél látható volt, hogyan úszik át a tájakra. Hogyan válik az az elemző munka a táj felaprózódásává is, egyfajta modellé, amit ő aztán nagy gyorsan valami mássá is tud alakítani. Ritter János életmű kiállítása április végéig látható a Paksi Képtárban. Két év kihagyás után állt újra színpadra a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar a Babits Mihály Kulturális Központban. A pandémia alatt nem volt lehetőségük közönség előtt játszani, most viszont Újra fújva címmel szinte teltházas koncerttel tudták megörvendeztetni a zenekedvelő hallgatóságot. Újra fújva. Ezzel a Frappánc címmel invitálta a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar koncertjükre az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermébe. A formációnak az elmúlt két évben nemhogy koncertet tartani, de együtt próbálni sem volt lehetősége. 2020. januárja óta teljes szilenciumban teltek el a hónapok, azóta ez az első nagy koncertjük, mondta el Kovács Zsolt, zenekarvezető. Ugye mi azért zeneiskolai zenekar vagyunk, és hát nálunk azért erősen a tankernek előírt szabályait az be kellett tartani. Tehát az mostani tanévben is nagyon sokáig csak ilyen részpróbákat tudtunk tartani, teljes próbát azt majd csak talán úgy január után tudtunk. Ezért ez az újra fújva, tehát nem a fényezésre gondoltunk, hanem arra, hogy újra fújva láthatja a közönség a zenekart. Volt olyan, ugye, amikor ilyen digitális oktatás ment, volt olyan, amikor meg volt határozva, hogy x éves korig jöhetnek be a gyerekek, x éves kortól nem, és hát volt olyan is szak is, igen, a zenekar szempontjából, amikor teljesen le kellett állni. Egyéni órák mentek, egyéni gyakorlás az ment otthon, de hát az avval túl sok mindent nem tudunk kezdeni. A két év kihagyás nem csak a próbák és a fellépések miatt volt probléma a zenekar számára, hanem az utánpótlás biztosítását is nagy mértékben visszavetette. Az idei évre a legfőbb célkitézésünk az, hogy ismét el tudjon indulni egy fúvószenekari munka, ennek több összetevője van, tehát a próbákon kívül nagyon fontosak a fellépések, az ilyen közös programok szülőkkel, gyerekekkel, rokonokkal, ismerősökkel, mindez a nagy koncert. Szeretnénk ismét táborba menni, nagyon fontos, hogy a új tagokat be tudjuk építeni a zenekarba, és ez is egy problémánk volt, hogy mondtam, iskolai zenekar vagyunk, minden évben a nagyok, akik végeznek, elmennek, ez a két évben megvolt, viszont új tagokat nem tudtunk beépíteni a zenekarba, most van, hál' Istennek, elég sok kicsikénk, de ők igazából ilyen táborba és közös programokon tudnak beépülni a csapatba. Most azért ez a Covid ezt is átrendezte, ugye a bezártság miatt a szülők azt mondják, hogy hát ha valamitől meg kell szabadulni, akkor az a zene, mert mozogni kell, és ebben teljesen igazuk van, hogy tényleg a mai gyerekek annyira le vannak korlátozva, hogy mindegyiknél fontos a sport. Így sajnos a zene egy kicsit sokszor háttérbe
kerül, de hát pont azért kellenek az ilyen közös vagy zenekar, kamarazene, stb. Szereplések, hogy élményt tudjunk adni a gyerekeknek, és ezáltal kötődjenek a zenéléshez. Kovács Zsolt azt is hozzátette, hogy nagyon sok fiatal addig tagja csak a zenekarnak, amíg az iskolai tanulmányai szexárdhoz kötik, viszont a zene szeretetét tovább éltetik, sőt többen közülük tovább is tanulnak ebbe az irányba. Vannak olyanok is, és én igazából, mint tanár, ezekre vagyok legbüszkébb, akiknek az életük részévé válik a muzsikálás, még ha nem is abból élnek, és vannak olyanok, akik esetleg nem hangszeren folytatják a zenélést, hanem különböző kórusokban mennek el énekelni. Most van jó pár olyan fiatal tehetségünk, akik a zenei pályát választották. Ők regionális, országos versenyeken is nyertek, helyezettek voltak, és hát jó pár ilyen ifjú van most is, akik zenei pályára mennek. A műsorban jó pár szólózni is fog közülük. A zenekar azoknak a gyerekeknek nagyszerű lehetőség, akik egyedül nem mernek közönség elé állni, viszont egy csapattagjaként szívesen állnak színpadra és játszanak. Hogy itt beülnek egy közösségben, nem kell agyon izgulnia magát, hogy most jaj, egyedül kiállok, sikerül, nem sikerül, hanem itt benn van a csapatban, és ugyanúgy megtapsolják, ugyanolyan élményt jelent neki is egy fellépés, mint azoknak, akik szólistaként is megállják a helyüket. Az ifjúsági fúvós zenekar legközelebbi fellépése április 30-án lesz Szekszárdon térzene formájában a Szent István téren. A Tolna megyei értéktár kiállításán megtekinthető az a 6 remek mű, amely a megye örökségét, értékeit hivatott bemutatni. A 4 millió forint támogatásból megalkotott elemek a régió kincseit, hagyományait, szokásait népszerűsítik. Az interaktív tárlatnak a Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont, amely az érdeklődők számára április 17-ig tekinthető meg. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a Tolna megyei értéktár megnyitó ünnepségének. A Tolna megyei önkormányzat a Hungarikum Bizottság pályázatán 4 millió forintot nyert, melyből 6 kiállítási darab készült el. Ezek a megye természeti kincseit, ipartörténeti értékeit, néphagyományait, agrár és turisztikai, valamint irodalmi remek műveit mutatják be. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy ez a kiállítás csak ízelítő a megyei értékekből. Rengeteg olyan kincs található a régióban, ami most nem tudott a tárlat része lenni. Itt egy jól működő közösségi szerveződés van a háttérben a megyébe, amelyet most már 5. éve építünk, és eljutottunk olyan tekintélyes számhoz, hogy körülbelül a megyei értékeink száma meghaladta a 400 darabot, ami országos viszonylatban is biztos vagyok benne, hogy dobogós helyezést jelent, de hát ez nem erről szól, hanem arról, hogy örömmel tölt el bennünket az, amikor látjuk, hogy az emberek ezt élvezik. Élvezik az együttlétet, amikor ezeket felvezetik egymásnak, amikor esznek utána egyet, amikor beszélgetnek arról, hogy hogyan lehet Magyarországon, Tolna megyébe adott településen élni. Nagyon fontos ez, mert ugye ez is kezd eltűnni, és elural bennünket sok minden, aminek nem kéne. Hozzátette, az értéktárba bármilyen tárgy, épület vagy szellemi termék bekerülhet, ami a megyében élők számára a valódi értéket képvisel. Nem volt különösebb szempont, tehát nem írtuk le, hogy ez fémből lehet, vagy agyagból, vagy textilből, vagy szellemi termék. Mindent elfogadtunk, ami érték. A társadalom szemébe ugye van egy értékítélet, amit az ember meg tud fogalmazni, bárkit megkérdezünk, azt fogja mondani, hogy ez érték, akkor azt nyugodtan fölvetjük ebbe az értéktárba, ezzel nem kockáztatunk semmit. Pusztán azt az eredményt érhetjük el, hogy több hívünk lesz, több jót akaró ember lesz, több társadalmi munka, vagy
hogy is mondjam, közösségi munkát tud majd végezni, és a közösségeink erősödik, így erősödnek a családjaink, erősödnek a fiatal nemzedék tagjai, tehát a jövő ilyen apró kis téglákból fog összeállni. Azt gondolom, hogy ez csak egy villanás, egy kis képkocka a történésekből. A háttér az, ami a lényeg, ami kint van a településeken, ami ott van egy-egy szobába, egy önkormányzati kiállító helyiségbe, vagy az emberek fejébe, vagy közös programjaikba, az az érték. Nem azt tenném, hogy most elmondanám, hogy menjenek megnézni a Decsi Szőttes, de ez most csak hirtelen első blikre jutott eszembe, hanem inkább arra próbálnám kapacitálni a riportot, nézőket, hogy jöjjenek el Tolna megyében. Bökjenek rá a térképre, és mondják, hogy na, ide menjünk, és ott 3-4 településen nézzünk körbe. Ezt le lehet már az interneten informálni, hogy van-e ott valami, amit érdemes megnézni, ha van, akkor az mi, és akkor szépen eljönni, megnézni családostól, gyerekestől, és hát, ha jó fogják érezni magukat. Az biztos, hogy Tolna megyében a kulináris élvezetek, azok ki tudnak elégíteni pillanatnyi igényeket, tehát az is ott lesz a háttérben. Márkus István, a Körösparti Kft. Képviselője szerint rengeteg lehetőség rejlik a térségben, melyből számtalan újabb elem bővítheti az értéktár gyűjteményét a jövőben. Alapvetően a kiemelt értéktárból választottunk, de hogyha téma úgy hozta, akkor máshonnan is beemeltünk elemeket, tehát hogyha, mit tudom én, egy torony elemhez mondjuk nem csak a kiemelt értéktárból kerültek, hanem azok a templomok is belekerültek, amelyek ehhez a témához kapcsolódtak. Majd elmondta, hogy a kiállítás korhatár nélkül megtekinthető, hiszen minden korosztály számára hasznos és valódi élvezetet tud nyújtani. Nem csak gyerekeknek készültek, hanem felnőtteknek is, de azért a mai világban elsősorban a gyerekeket kell megragadni, mert ők hozzák a felnőtteket is magukkal, ezt szülőként is tudom mondani, de igaziból mindenki számára tud nyújtani információt is, és élményt is. Ennek az a célja, hogy akár iskolákban meg tudjanak vele jelenni, akár egy nagyobb fesztivál részeként be tudják mutatni az értéktár kincseit. Nem titkolt cél, hogy a jövő évi jubileumra az értéktár elemeinek a száma elérje a 5000 darabot. Hivatalosan 51 éve 1971. április 6-án alakult meg a Lokomotív GT, és Somló Tamás halála után 2018-ban szűnt meg hivatalosan. A magyar könnyűzene történetének meghatározó zenekara számtalan dalt adott a rajongóknak. 10 évvel ezelőtt egy érdekes kísérlet vette kezdetét a rockzene és a népzene összecsiszolásával, a Csík zenekar kezdeményezésével. A siker itt sem maradt el. A Csíkék ezúttal az LGT számait dolgozták át a legendás zenekar tagjainak részvételével. Még egy hangot sem ütöttek le, a közönség már ovációban tört ki, mikor Karácsony János és Presser Gábor a színpadra lépett. Az elmúlt 51 év számtalan emléke fűződik egy korosztály számára ehhez a zenekarhoz, amely hiába nincs már, mégiscsak van. A zenebarátok lelkében és persze a dalokban. Amióta Csík János és zenekara nem csak a hagyományos népzene interpretálásával foglalkozik, hanem rendszeresen dolgoznak fel alternatív és rockzenét, új utakat nyitottak saját és más zenekarok számára. Az átiratok nagy része Szabó Attilát, a Csík hegedűsét dicsérik.
ami nagyon fontos volt, hogy általában akkor könnyű ilyen átjárásokat csinálni, ha az ember ismeri az átjárási pontokat. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy a dob meg a basszus az nálunk mondjuk a bőgő meg a bráncsa, akkor sokkal könnyebben tud áthelyezni hangsúlyokat és súlypontokat egyikből a másikra. Ez nálunk úgy megy, hogy ami jön. Tehát nagyon sok, én rengeteg zenét hallgatok, játszok másfajta muzsikát is, és amikor azt hallom, hogy valami úgy, tehát valamelyik dalból beugrik valami, akkor elkezdem csinálni. Úgyhogy mi pici bácsiékkal azért már 12-13 év muzsikálunk együtt, úgyhogy annyi idő alatt volt arra idő, hogy beakadjon egy-két dal, és akkor így alakult végül is ki az a lemez, aminek ez a bemutató koncertje gyakorlatilag. Aki ide jön, eleve nyitott erre a világra, és azt hiszem, hogy mivel igen sokan vannak, és elég sok helyre megyünk, és ezt látjuk, én azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik szeretjük ezt. Mikor még az alternatív rock muzsikát játszottuk, Kispál és a borznótákat, vagy ilyesmi, tehát az elején még bennem is azért kérdéses volt, de ott egyszer egy koncert a Petőfi csarnokban, sok-sok évvel ezelőtt, hogy ne mondjam mikor, amikor a Kispán és a Borz koncertjére hívtak meg minket, és a közönség akkor találkozott ezzel a történettel először, és amikor egy táncos barátunk eltáncolt itt szép kolótaszegi legényest, és utána ezt tök jól fogadták, mert hát Lovas Endő is mindig kitalál valamit, de aztán amikor elkezdtük a Kispán és a Borz számokat játszani mi akusztikus hangszereinken, volt egy döbbent 5 másodperc, de aztán viszont olyan üdvőalgás lett a vége, ahol aztán mindenkinek kinyitotta a kapukat. Tehát nekünk egyfajta új világot nyitott meg, és ugyanilyen új világot nyitott meg azoknak a fiataloknak, annak a közönségnek, aki az alternatív rockot szerette, mert másképp kezdtek el a népzenére is figyelni. Az LGT-mát korántsem tinikorú muzsikusai láthatóan nagy élvezettel vágtak bele az együtt muzsikálásba. Karácsony Jánosról az is kiderült, Székely nagyapja számtalan népdal tanított meg vele gyerekkorában. Nem is hagytam el a gyökereimet. Ami tényleg, ami a műfajomat, tehát a zenei műfajt illeti, az mondom, így hozta az élet, ezt ennyi. Isteni, hát ezt meg kell hallgatni, mindenkinek ajánlom, aki még nem hallotta ezt a produkciót, hogy feltétlenül. Először hallgasson bele a lemezbe, a CD-be, az anyagba, hogy miről van itt szó, nem, hogy csalódás érje, mert ugye azt gondolja, hogy ez valami LGT-s produkció, vagy valami ilyesmi, de hát ez persze nem az, hanem ez LGT dalok egy ilyen köntösbe, tehát ez nagyon-nagyon komoly dolog. Én lubickolok benne, nagyon élvezem. Ez egy olyan kirándulás, egy olyan kikapcsolódás, egy olyan másfajta dolog, ami nagyon érdekes és nagyon jó kiegészíti a zenei vágyaimat. Presserről lehet tudni, hogy szívesen barangol a különböző zenei stílusok között, de az is tudható, szívesen hallgatja azt, mit kezdenek mások az ő muzsikájával. 10 éve vagyok a Csík baráti kör, mármint a belezenélő baráti kör tagja, úgyhogy hát én az első alkalommal megcsinálták a Kézen Fogszt és hazavezet dalomat, hát csodálatos feldolgozás, utána már én teljes bizalommal voltam, és én tudtam, és tényleg megmondanám, és hát olyan barátságban és zenész barátságban vagyunk Attilával, Szabó Attilával, aki ezeket a feldolgozásokat csinálja, hogy bármikor megmondhatom azt, hogyha valami nem tetszik. De nem, hogy nem tetszik, hanem mindenféle új értelmezéseket adott a daloknak. Bolyasztó jó, nagyon-nagyon boldog vagyok ezzel az anyaggal. Itt az a nagy kérdés, hogy ő mit hall bele a Csík világából az én dalaimba. Úgyhogy nem, dehogy adok, nem adok tanácsokat. Sokat improvizálunk így a bulin, tehát abszolút boldog vagyok ebben, hogy én ebben játszhatom.
Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!